Fabrici Kovács Mihályra emlékeztek országgyűlési képviselőink, pünkösdi pihenés a szállodában, enyhítések, gőzerővel dolgoztak a fékek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 24-én 18 óra 5 perckor. És F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, koszorút helyeztek el Fabrici Kovács Mihály huszárezredes, városunk szülötte Domborműjénél. Dr. Fazekas Sándor kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter és F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, koszorút helyezett el Fabrici Kovács Mihály huszárezredes, városunk szülötte, Kovács Mihály tagintézmény falán található Domborműnél. Igen, sokan elfelejtették, igazából nem tudták, hogy Kovács Mihály létezik. Amerikában kutatták azt ki, hogy Kovács Mihály huszárezredes, karcagi származású, és mutatja az a példa is, hogy az akkori Magyarországról, az akkori Karcagról is világkarriert lehet befutni. Én egy kicsit hasonlítanám a kisújszállási Karikó Katalinhoz, aki innen a nagykunságból származik, mégis Amerikában világhírre tett szert. Én azt gondolom, hogy ez minden karcaginak, minden nagykunságinak üzenet, hogy tanulni kell, el kell indulni, és a világsiker itt van a tenyerünkben. Bátorságra van szükség, tudásra, olyan tudásra, amelyen a világon mindenhol keresik. Én azt gondolom, hogy Kovács Mihály is ilyen volt, és azt gondolom, hogy most is nagyon sok olyan fiatal van, aki néhány év múlva, amikor már tovább tanul, akkor a világon bárhol megállja a helyét. Én annak örülnék, hogyha minden magyar fiatal itt Magyarországon találná meg a helyét, és itt érne el világsikert. Dr. Fazekas Sándor bízik benne, hogy aki az emléktábla előtt elsétál, látja a megújult iskolát, az, hogy megemlékezés volt, és egy pillanatra gondol Kovács Mihályra, és arra, hogy vannak olyan katonái a városnak, olyan hősök, akikre érdemes emlékezni. Kovács Mihály karcag nevezetes szülötte, az amerikai függetlenségi háborúban a legmagasabb rangot elért magyar katonatiszt. És az ő példája, a szabadság szeretete, az, hogy a nagykunságból, Karcagról származik, az mai napig ható erővel bír. Minden évben ünnepségeken szoktunk róla megemlékezni, a nevét intézmény, iskola viseli, és most a Covid miatt ezek a rendezvények elmaradtak, de azért a főhajtás, a tiszteletadás, a koszorúzás az aktuális továbbra is, és most helyeztünk el koszorút F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrral. Én örülök annak, hogy a városi önkormányzat, a társadalmi szervezetek szintén koszorúztak, és hát bízom benne, hogy aki itt erre az emléktábla előtt elsétál, látja a megújult iskolát, látja a megújult iskolát, látja azt, hogy megemlékezés volt, az egy pillanatra gondol Kovács Mihály is, és arra, hogy vannak olyan katonái a városnak, olyan hősök, akikre érdemes emlékezni. Másfél éve dr. Pintér Zoltán történész kapott felkérést arra, hogy Kovács Mihályról legyen egy összefoglaló kötet adatokkal, történetekkel. Pintér Zoltán tanár úr, történész kapott felkérést arra még a járvány előtt, mint egy másfél éve, hogy Kovács Mihályról legyen egy összefoglaló kötet, ő ezt készítse el, új kutatási területeken, új forrásokból is tudott dolgozni. Ez a munka, ha minden igaz, akkor már a nyomdában van, én bízom benne, hogy néhány hónapon belül eljut majd a Karcag és a tágabb olvasó közönséghez is. A pandémia előtti időszakban egy pünkösdi hosszú hétvégén teltházzal működtek a szállodák. Folyamatosan vesszük a foglalásokat. Hosszú hónapok után újra fogadhatnak vendégeket a szállodák. Az újranyitás hétvégén a vendégek döntő többsége belföldről érkezett. Hát nagyon örültünk borzalmasan, úgyhogy rögtön kihasználtuk az első lehetőségét, ahogy megkaptuk az értesítést e-mailbe, hogy kedvezményes lehetőségek vannak itt a szállodában, mindig ide járunk egyébként Hajdúszoboszlón, úgyhogy nagyon örülünk neki. Hát minden héten jártunk a hegyekbe, vagy különböző nagyon jó ilyen kiránduló helyekre, rengeteg van ebben az országban, például Lilafüreden voltunk, akkor hol, hát sok helyen, Pilisben rengeteg helyen vannak ilyen gyógyító helyek, rengeteg ember jár, kirándul egyébként az országban.
Hajdúszoboszlón az Európában egyedülálló gyógyvízre épül a turizmus. A víz számított az, mert én nekem ilyen mozgásszervi betegségeim vannak, és a fiam hozott minket, és ő nézte ki, hogy a víz milyen minőségű, mit tartalmaz, és hogy jó legyen. Csak hát kevés azért ez az itt pár nap. Kellene egy kis több. Védettségi igazolvány hiányában azonban vissza is kellett utasítani foglalásukat. Még mindig szembesülünk ezzel, és azt gondolom, hogy még egy darabig ezt a problémát visszük, hiszen vannak érdeklődők, jönnének vendégek, de hát védettségi igazolvány hiányában ezt nem tehetik meg. Egy nagyon jó nyár elé nézünk, és egy igen erős őszi időszakunk van. Folyamatosan jönnek az érdeklődők, most már külföldről is, tehát azt gondolom, hogy azzal, hogy előbb-utóbb a külföldi vendégek is megjelenhetnek a turizmus itt a mi esetünkben is. Itt a szűkebb környezetünkben a Hungaroszpár Termál Hotel és hát a hozzánk tartozó egyéb szálláshelyeken is lehet majd látni azt a vendégforgalom emelkedést, amit majd a külföldi vendégek megjelenése fog jelenteni. Pünkösdi hétvégén közel kétharmados kapacitás kihasználtsággal működik a szállodánk. Vendégeink nagy része törzsvendég, és ezek a törzsvendégek, illetve hát a mostani hétvégén itt pihenő vendégek már alig várták, hogy jöhessenek, hiszen a hajdúszoboszlói gyógyvíznek és hát magának a szállodának is nagyon nagy népszerűsége van. És akkor, amikor ugye a pünkösdi hétvégéről beszélünk, akkor általában két-három éjszakás csomagokról szoktunk hallani, és mi is így hirdettük meg ezt a pünkösdi hétvégét, hogy a vendégeink félpanziós ellátással, szolgáltatásokkal, hiszen a fő erősségünk itt ebben a szállodában a gyógyvíz, a gyógyvízre épült szolgáltatások, kezelések, wellness kezelések, kinti-benti medencéink vannak. Természetesen minden kapacitás rendelkezésre áll, és hát mind a szálláshelyek, mind a város, én azt gondolom, hogy felkészült és nagyon várja ezen a hétvégén a vendégeket. Itt is, mint a szállodák többségében, az újranyításkor kedvezményes árakkal várták a vendégeket. Pénteken jöttünk, és kedden fogunk menni, ami még szempont volt, hogy szép kártyával is lehetett fizetni, és bármelyik zsebből, úgyhogy ennek a segítségével tudtunk időben lefoglalni a szobát, illetve az apartmant. A világjárvány előtt egy pünkösdi hétvégére hónapokkal korábban kellett foglalni, most kétharmados kihasználtsággal működik a szálloda. Mert nagyon vártuk, hogy újra kezdhessük a kis megszokott életünket ebben a szállodában. Kedves szakács kollégáim is már alig várták, hogy újra kezdődjön ez a igazi nagy nyári menet, amikor már jönnek a vendégek, és tudunk nekik minél jobb, minél finomabb ételekkel készülni. Általában a vendégeinket svédasztalos vacsorával és reggelivel várjuk. Hát nekünk elég széles ez a ételpaletta, úgymond, mert mindig így hétvégén készülünk különféle hideg előételekkel, salátákat készítünk, étlapunkon megtalálható többféle alapanyag megtalálható, dolgozunk halakkal, szinte minden nap készítünk halételt, marha, szárnyas vagy vadételeket, ezeket megpróbáljuk minél különösebb módon elkészíteni, ahogy a vendégek szeretik. Hát ugye most készültünk mai nap folyamán, ugye itt van az eper szezon a nyakunkon, nagyon finom eperkrémleves készítettünk a vendégeknek, de viszont gondoltunk a nagyobb étkű vendégekre, és azoknak készítettünk másik levesnek egy tárkonyos bárány ragú levest. Emellett a vacsoránál szerepel négy fajta főételt készítünk, amit már mondtam ugye, hogy mindenfajta húsból készítjük az ételeket, köreteket is, többfajta köreteket készítünk, emellett a ételeket, mikor készítjük, igyekszünk arra is odafigyelni, hogy ugye az érzékeny, mondjuk a laktóz-glutén érzékeny vendégeknek is megfeleljünk. Szóval a ételeinket próbáljuk úgy, hogy nem csak finoman, de az érzékenyek is tudják fogyasztani. Emellett még gondoskodni is szoktunk a vegetáriánus vendégekről is, általában hétvégén is minden nap meg lehet
lesz olyan ételünk, amit a vegetáriánus vendég is tud fogyasztani. Hál' Istennek elég jó visszajelzéseket kapunk a vendégektől, meg vannak elégedve a konyhánkkal, és sokan szeretik, és jönnek is emiatt, és dicsérik az ételeket. A világjárvány óriási bevételkiesést okozott az idegenforgalomban is. A szállodák viszont erős nyári szezonban bíznak, amikor már nagy számban érkeznek a külföldi vendégek is. Megvan az 5 milliómodig beoltott magyar állampolgár is, ezért az operatív törzs úgy döntött, hogy szombattól nem kell többé maszkot viselni a közterületeken. Új szabályok jönnek 5 millió beoltott után. Az oltásnak köszönhetően a járvány harmadik hullámát legyőztük, de a járványügyi készültség továbbra is indokolt, mert a vírus megbetegíti azokat, akik nincsenek beoltva. Ebben a sarudi étteremben is örülnek az intézkedéseknek. Gyakorlatilag a felszabadulás ünnepét ünnepeljük most. Az új rendelkezések hatására gyakorlatilag egyre több vendég érkezik hozzánk a Tisza-tó partjára, hogy élvezzék a szabadságot. A beltereinkben oltási könyvvel és oltási igazolással fogadjuk a vendégeket, a szabadtéri teraszokon pedig mindenkit szívesen látunk a Tisza-tó partján, aki ebben az időszakban egy jó éttermel és egy jó ebédre vágyik. Mi mindig belépéskor ellenőrizzük az igazolványokat, és csak azokat az embereket engedjük be, akinek érvényes igazolványa van, semmilyen más igazolást nem fogadunk el, csak az applikációt és csak az oltási kártyát. Egy elég megosztó döntés az egyébként, nem értik a különbözetet, hogy mi a különbség, hogyha egy sátorban ülnek kint, vagy bent az étteremben, de egyre jobban hozzászoknak az emberek, és hogy ha körülnézünk az étterembe, az látszik, hogy most már egyre több ember van átoltva, és egyre többen hozzák magukkal a kártyájukat. A kormány feloldja a járványügyi korlátozások jelentős részét. Nem kell maszkot viselni a közterületeken. Megszűnik a kijárási tilalom. Az üzletek és a vendéglátóhelyek kötelező zárási időpontja is megszűnik. Engedélyezett az egyéni és a csapatsport a közterületeken. 50 fővel korlátozás nélkül meg lehet tartani a magán és családi rendezvényeket. Korlátozások nélkül akár 200 fővel is lehet tartani lakodalmat. Lehet szabadtéri rendezvényeket tartani legfeljebb 500 fő részvételével, de az 500 főt meghaladó rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható. A zenés táncos rendezvények látogathatóak, ám ehhez védettségi igazolványra van szükség létszámtól és helyszíntől függetlenül. Zárt téri rendezvény továbbra is csak védettségi igazolvánnyal látogatható. A védettségi igazolvánnyal rendelkező 16-18 évesek felnőtt kísérete nélkül is mehetnek zárt térbe. Mivel többféle vakcina is rendelkezésre áll Magyarországon, mindenki megkaphatja az oltást, aki szeretné. Amennyiben van olyan ismerőse, aki még nem regisztrált, kérik, biztassa arra, hogy tegye meg. Az oltás életet ment. Gőzerővel dolgoztak a pékek, hiszen a mai napon se volt nagyobb bolt nyitva. Több munkát adott nekik a szállodák újranyitása is. A hosszú hétvége előtt mindig több pékárút kell sütni, most se volt ez másként. Egy ilyen hosszú hétvége azért mindig feladja a leckét és más szervezést kíván. Nyilvánvaló, hogy jóval többet sütünk, mint máskor. Sokkal nagyobb az igény, családok vendéget várnak, sőt, ami nagyon jó, hogy a szállodák megnyitottak, és most már ők is rendeltek minden napra. A szállodák felé egyedi igényeket is ki kellett szolgálni. Mindenféle kenyeret, a szállodában természetesen kiflizsem le magvas dolgokat, meg az egészségesebb fajta kenyereket rendelték, de a vevők is ugyanígy. A szakember szerint nehezebb ilyenkor logisztikázni, de a karcagi pékség több évtizedes gyakorlata garancia minőségre is. Tulajdonképpen mindenből több kell, de azért 30 éves gyakorlattal már fel tudjuk mérni, hogy mire készüljünk, hogyan készüljünk, úgyhogy ez nem jelent semmi gondot, semmi problémát. Mindenből többet sütöttek, de természetesen a fehér kenyér a legkelendőbb. Mindig a fehér kenyérből, ezen kívül a teljes körlésű az, és az ilyen-olyan kovászos cipók. Váltott műszakban dolgoznak a pékek, és hát úgy sütünk, mintha tulajdonképpen minden nap sütünk, tehát az ünnepen is friss termék lesz, csak nem mindenki lesz nyitva. És van, aki úgy készül fel, hogy 3 napig nem akar boltba menni, még kis boltba sem, és nyilvánvaló, hogy akkor háromszor annyi, van, aki háromszor annyit kér, van, aki minden napra friss árut kér. Lacik Dénesné szerint az se gond, ha valaki ilyenkor többet vesz. Több praktika is van a pékáru eltartására. Én mindig csak azt szoktam ajánlani, hogy ne tegyék már nejlonzacskóba, mert egyrészt irritál a nejlonzacskó, mert abból előbb-utóbb szemét lesz, a másik pedig az állagát nagyon rontja a kenyérnek, hogyha egy konyharuhába csavarja, egy kenyértartóba beteszi, akkor semmi baja nincs az égvilágon. A legmegterhelőbb ilyenkor természetesen azért a pékeknek a munka. Hát fárasztó, meleg van, hajtani kell. A
karcagiak időben gondolkoztak. Nem veszek több kenyeret, mert máskor is pénteken megveszem, és az hétfőre elég nekünk. 1 kiló veszek a fehér kenyérből, és 1 tök magvas kenyeret. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!